a hungaroszpánál az ezévi felkészülést már elkezdtük a múlt év végén, hiszen 2015-ben kiváló gazdasági eredményt ért el társaságunk. Ezért úgy döntöttünk, hogy már az ősz folyamán bizonyos fejlesztéseket megkezdünk, és ennek keretében egy kicsit többet költünk kült, a külcsínyre. Ezért a strand, ugye egy 30 hektáros strandról beszélünk, ahol önmagában csak a strandon 13 medence és rengeteg élmény és, és zöld fel terület található, ezért úgy gondoltuk, hogy ennek a területnek a megújítása nagyon fontos, hogy a élmények mellett esztétikai élménye is több legyen a, a turistáknak, ezért például a Csonokázótó környéki sétaútvonalakat megújítottuk, hogy az öltöző kabinjainkat felújítottuk, és azoknak a környezetét is új burkolattal láttuk el. Ezek mind-mind nagyon fontosak. Új pihenő padokat vásároltunk, amelyeket elhelyeztünk ezeknek a sétányoknak a mentén, valamint a beléptetés szolgáló két kaput is teljesen újjáépítettünk, modern, korszerű, új, olyan, amely mind a vendégkiszolgálása, mind pedig az ott dolgozó munkatársaink szempontjából, is megfelelő kiszolgálást biztosít. És hát ennek az egész rendszernek a csúcsán tulajdonképpen egy olyan új beléptető rendszernek a telepítése van, amelyhez szervesen kapcsolódik az online jegyvásárlás lehetősége. Ezzel kapcsolatban tulajdonképpen már most elindultunk, és a próbaüzemen túl vagyunk. Reményeink szerint ez a rendszer a, a nyári főszezonban és a csúcsidőszakban is ki fogja bírni a terhelést és próbáját. Reméljük, hogy addigra minden olyan kisebb-nagyobb akadály el fog hárulni, és mind a beléptető rendszer, mind pedig az online felület kiválóan fogja szolgálni a vendégeink igényét. Már most látjuk, hogy az első napokban, miután elindult ez az új rendszer, nagyon nagy igény van rá, elsősorban természetesen a fiatal korosztály részéről, és már nem csak hagyományosan vásárolják, és papírra, papírlapra kinyomtatják a beléptetés kódját, hanem a, a klasszikus, ugye ma már klasszikusnak nevezhető mobiltelefon kijelzőjére letöltik azt a kódot, amit aztán a belépésnél tudnak használni, tehát nem szükséges semmiféle bürokrácia. Én azt gondolom, hogy ez a jövő, ebbe az irányba igyekeztünk lépni. Mi úgy tudjuk, hogy az elsők között vagyunk a hazai fürdők között, akik ezt a lépést meglépték, és reméljük, hogy mások is követnek bennünket. Mi azt gondoljuk, hogy ez a jövő útja és ezzel foglalkozni kell, hogy minél rugalmasabban és minél vendégbarátabban tudjuk kiszolgálni a hozzánk érkező turistákat.